Az Egyesült Kistérségek megalakulásával a közigazgatási rendszer is átalakul Ukrajnában. A járási adminisztrációk létszámcsökkentése már 2020. január 1-től életbe lép. A megyei adminisztráció is átalakul prefektúrává. Ezekről a reformokról beszélgetünk ma stúdiónkban Rezes Józseffel, a Kárpátaljai Megyei Közigazgatási Hivatal Nemzetiségi és Vallásügyi Főosztályának vezetőjével. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Kívánok. Ezek a reformok milyen szempontból, miként érintik a főosztályt? Mindenek előtt előre kell vetíteni azt a tényt, hogy a közigazgatási reform most egy olyan stádiumba érkezett, ahol egyelőre csak a kistérségek egyesüléséről beszéltünk konkrétan, a megyei közigazgatási hivatalnak a megreformálásáról, vagy pedig, hogy mivé fog átalakulni, hogyan fog majd működni, még konkrét eh, konkrét törvény még, még nem határozza meg. Úgyhogy csak találgathatunk azokból a, azokból a hírekből, amik a központi sajtóban lejönnek, hogy hogyan is fogunk majd működni, hogyan is fog ez az egész majd működni gyakorlatban. Egy, amit biztosan tudunk, hogy 30%-os létszámcsökkentésre számíthatunk január 1-től, ha megyei szintről beszélünk.